Köszöntöm kedves nézőinket! Mai rendhagyó műsorunk, novemberben indult sorozatunk második adása. Akkor a megelőzésre fókuszáltunk, nagyon sokan láttak, néztek bennünket. Meghívott szakembereink segítségével próbáltuk felkutatni azokat az okokat, amelyek a droghasználathoz vezetnek. Aztán bepillantottunk a gyereknevelés buktatóiba, beszélgettünk a családi gyereknevelésről, a családokról, a családokat támogató intézményekről, és megmutattuk azt is, hogy itt Szolnokon milyen intézmények, milyen szakemberek segíthetnek a bajban. A mai műsorban szakértőinkkel kutatjuk azt, hogy hol bújhatnak meg vajon azok az okok, amelyek a szerhasználathoz vezetnek, és hogy a család, a barátok hogyan vehetik észre, hogy bizony baj van, hogyan segíthetünk, kihez fordulhatunk, mi a segítség valójában. Erre azért is nagy szükség van, mert egy hazai statisztika szerint Magyarországon minden harmadik gyermek kipróbálta a drogot. Szakértő vendégeim pedig Abonyiné Szalai Rozina tanár, az elterelés csoport vezetője, Tatainé Földvári Márta intézményvezető, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet Szolnoki Addiktológiai Központjából, és Dobozi Péter a legfiatalabb, a Második Esély című film szerzője. Erről a bizonyos filmről lesz még szó a mai műsorban. Engedjétek meg, hogy tegeződjünk, hiszen régi szakmai ismerettség már a miénk. És Péter, hozzád intézem az első kérdést, hiszen te vagy a legkompetensebb, mint fiatal. Én nagyon borzasztónak találom ezt a számot, hogy minden harmadik diák fiatal kipróbálta már. Ezt tapasztaltad még diák éveid során? Hát ez a statisztikai adat, ez nekem is úgymond meglepő, én nekem sincsenek ilyen ismereteim. Érdekes a tapasztalat kérdése, mert nekem személyesen nincs, már nem csak a szerrel sincs, hanem konkrétan nincsenek annyira olyan ismerőseim, akik ezzel találkoztak volna. Hallomásból persze pletykák alapján tudnék párat mondani, de ezeknek nincs hiteles forrásuk vagy alapjuk, amire azt tudnám mondani, hogy tényleg. De az oka annak, ha most így visszatekintek a gimnáziumi évekre, hogy nem igazán volt bennem arra vágy, hogy most én pénteken kimozduljak otthonról, mert meg kell szabadulnom abból a négy falból. Én nagyon jól éreztem magam abban a négy falban, ahol felnőttem, ahol a gyerekkoromat éltem, ahol a szüleimmel együtt tudtam lenni. Teszem azt egy esti, akár hogyha sorozatot néztünk, vagy ha nem volt semmi a tévében, akkor egy régi gyerekrajzfilmet, ahol a közös emlékek fűztek, azokat meg tudtunk nézni, és sokkal jobban éreztem magam otthon, mint hogy most nekem ki kellene szakadnom. Hogyha kérték, hogy menjek, vagy hogyha hívtak. Nagyon szívesen elmentem, mert szerettem az osztálytársaimmal is lenni. De különösebben nem kerestem rá az alkalmat, hogy mindenképp el tudjak honnan szakadni. Na, erre a család életre azért majd még visszatérünk, viszont az is biztos, hogy te készítettél egy filmet, amely éppen a drogosokról szól. Erre mi vit rá? Éppen az, hogy te nem vettél ebben részt, de láttad? Alapvetően mindig is bombázott engem az egyik tanárom a gimiben azzal, hogy itt egy pályázat, ott egy pályázat, és hogy melyiket tudtam megragadni. Mm-hmm. Azért ragadtam meg ezt, mert alapvetően ennek volt a sok közül egy olyan emberi témája, amit történetben fel lehetett volna dolgozni. Az eddigiek, vagy a korábbiak mind olyanok voltak, a kis videóklip, mit tudom én. Ennek viszont egyből eszemültött egy történet, egy olyan emberi sors, egy akár diák sors, mert ugye velük tudtam megjeleníteni ezt. Amit szerettem volna úgy megfogalmazni, hogy tényleg tudjak vele mesélni, vagy mondani. De most már kellően felcsigáztuk a nézők érdeklődését, erre is visszatérünk majd. Viszont arra vagyok kíváncsi, Márti, hogy a veletek kapcsolatba került szerhasználók kapcsán milyen okokra derül fény? Nyilván több emberi sorsról van szó, és az is nyilván egy speciális kör, akik hozzátok kerülnek, de összefüggésében látható az, hogy mi vezetett odáig, hogy ők elkezdtek drogozni? Magyar Ökumenikus Segélyszervezet Szolnoki Addiktológiai Központja 2005 óta foglalkozik szenvedélybetegekkel. Az elmúlt évek alatt elmondhatjuk, hogy egyre több szenvedélybeteget érünk el, de még így is nagyon sok mindenki kimarad a mi látókörünkből. Amit mi tapasztalunk az ambulancián, az az, hogy a kipróbálók és a drogfüggők hátterében nagyon különböző okok vannak, és a kipróbálás, akik kipróbálják, legtöbbször kíváncsiságból, örömkeresés miatt próbálják ki, amiben nagyon nagy tényezője a kortárs csoportnak a Tehát beleviszik hatása. Egymást? Igen.
Másrészt a drogfüggőknél megfigyeltük, hogy és illetve tapasztaljuk, hogy személyiségbeli tényezői vannak, illetve olyan összefüggések, ami a családnak a működéséhez kapcsolható. A személyiségi eltérések az mondjuk lehet egy gyenge akaraterő, vagy egy nemetmondási képtelenség, befolyásolhatóság? Tehát mennyire karakteresek ezek a szerhasználók, fiatalok? Nagyon fel lehet őket ismerni. Az egyik felismerhetősége, hogy a normáknak és az értékeknek a felrugása, illetve az izgalomnak a keresése, új élményeknek a keresése. És emellett lehet tapasztalni azt, hogy nagyon sok esetben ezeknél a személyeknél generációkon keresztül alkoholbetegség, drogfüggőség, illetve pszichiátriai betegség megtalálható a kortörténetükben. Rozina, ez a kíváncsiság tanárként is, és az elterelésben résztvevő szakemberként is megjelenik a fiatalok körében? Mit tapasztalsz? Tanárként nem találkoztam még ezzel a fajta kíváncsisággal. Hát, általános iskolában tanítasz, azért mondjuk el azt tanítok. Középiskolában is, igen. A droggal kapcsolatos kíváncsisággal, minden mással igen. Tehát a gyermeki kíváncsiság, hála az égnek, nagyon szerteágazó, amit azt gondolom, hogy ki is kell elégíteni, de ez nem függ össze ugye a drog problémákkal. Amit Mártin mondott, azt mi is a humán szolgáltató központban az elterelés kapcsán tapasztaljuk, a kíváncsiság, az örömforrás keresése, a közösséghez tartozás, az együvé tartozás, az, hogy legyenek közös élmények. És a gyerekek, a fiatal felnőttek nálunk elmondják, hogy a családjuk bár mint család működik, tehát teljes, van apa, van anya, vannak gyerekek, de a működésében valamilyen zavar keletkezett. Ez lehet akár annyi, hogy nem figyelnek oda a gyerekre, hogy túl sok a szabadidő, sokat van egyedül például. Ugye a mai világban nagyon nehéz a családokat optimálisan összetartani a szülőknek. Rengeteget dolgoznak, anyagi problémák lehetnek, egzisztenciális problémák, munkanélküliség esetleg. Ez ugye rányomja a bélyeget, tehát ekkora gonddal a hátán egy szülőnek nagyon nehéz mosolyogni, nagyon nehéz meghallgatni, nagyon nehéz megsimogatni. De mindenképpen azt gondolom, hogy erre időt kell szakítani, mert a gyerekek ezeket az icipici kis elcsúszásokat észreveszik, és ha nem érzi otthon jól magát, így ahogy Peti mondja, hogy ő otthon érezte magát, nem vágyott el otthonról. Nem gondolom, hogy probléma, ha elvágyik a gyerek otthonról. De mindenképpen a szülőnek a háttérben ott kell lenni, hogy hová vágyik el, kik a barátai, merre megy, mert a kamaszkor az egy nagyon-nagyon veszélyes korszak, szép korszak szerintem, amikor látjuk, hogy nyílik a gyerekek értelme, a gyerekkorból átmegy a fiatal felnőtt korba. Ez egy nagyon szép kor szerintem, de rengeteg buktatókkal. Jellemzően egyébként a kipróbálók milyen korban próbálják ki először? Van erről valamiféle statisztika, és mondjuk tudunk Szolnoki adatot, hogy itt Szolnokon mégis inkább gimnazisták, vagy szakiskolások, vagy már az általános iskolások is? Én azt gondolom, hogy egyre koraibb a kipróbálási szakasz. Én amikor 2005-ben az elterelésbe bekapcsolódtam, én akkor még 16-17 éves korosztályról hallottam, beszéltek a szakemberek. Most már ott járunk, hogy 13-14 év, de sajnos én tapasztaltam már 9 éves kipróbálót is. Tehát itt most, ha nem beszélünk külön szerekről, akkor én azt gondolom, hogy sajnos ez egyre korábbi időszakra tehető, főleg így, hogy ezek a designer drogok most már bejöttek, amit ugye nem nagyon lehet kontrollálni. Arról is fogunk majd beszélni, hogy mi ez a designer drog. Mindenek előtt nézzünk meg Péter filmjéből egy részletet, hiszen ebből a hosszabb filmből összevágtunk 3 bejátszást. Nézzük meg most az elsőt. Tudnom kellett volna, hogy nem ez az, amire szükségem van. De gondolom valahol mindig ugyanez a történet. Mikor apa már csak néha napján jött haza józanon, és anya nem bírta már. Azt mondta 3-4 szál után megnyugszik.
Valahogy minden elül benne. Amikor valahogy semmi nem jön össze. Amikor nem jönnek ki a lépések. Olyankor én is vágyom erre az érzésre. Az ingyen kapott boldogságra. Nem éri meg! Mi van? Hülye! Mit akarsz? Csak dumálni! Rég láttalak! Vajon miért? Én legalább élvezem az életem. Mert én nem. Hát nem úgy tűnik. Mit tudsz te? Nem mondd, hogy nincs már eleged! Miből? Tudod te azt? Na, ne, hogy tudod. Jó. És akkor mi van? Akkor? 6-kor meeting a régi vasútállomásnál. Bizony a dolgozat az agyvában landolt, és aztán említette a fiú, hogy ingyen kapott boldogság. De vajon jó-e az ingyen kapott boldogság, az a boldogság, amelyet nem küzdünk, nem harcolunk? És itt Péter, megint rád nézek, mert hogy olyan szép képet festettél a gyermekkori, kiskamaszkori családi életedről. Az a boldogság megdolgozott boldogság volt? Neked is kellett azért tenned a családon belül, hogy ott jól érezd magad? Ez leginkább most az jut eszembe, hogy apukám általában a játékokat mindig szerkesztette valahogy. Tehát sosem az volt, hogy sosem, tehát nem volt az, hogy mindig én nyertem. Gyakran volt olyan, hogy ő nyert, akkor megvártam, amíg ezt tudomásul veszem, és miután tudomásul vettem, a nyeremény, ami általában tugrórudi vagy egy dolgoztittak volt, mindig kaptam belőle. Tehát alapvetően azt is jutalmazta, hogy elfogadtam, hogy veszítettem. És talán ez is hozzásegített ahhoz, hogy ezeket később tudjam feldolgozni, de tudni kell, hogy nagyon sokáig, nagyon erőszakosan fogadtam, hogyha ha vesztettem valamiben, de kiküszöbölődött. Rozina, nagyon fontos az, hogy vállaljuk a felelősséget a tetteinkért már gyermekkorunkban, és mennyire kell már gyermekként felelősségre, a kudarc élmény feldolgoztatására biztatnunk, nevelnünk a gyerekeket. Természetesen, hisz egész életünk a felelősségvállalásáról szól, sőt arról, hogy ugye gyakorlatilag minden áldott nap rögtönzünk, és a hibás rögtönzéseinkből van a kudarc, vagy éppen a jó rögtönzésből a siker. Petihez kapcsolódva, én ugye az anya oldaláról látom a társas játékozást, a gyerekeknél a nyerést és a veszítést, és én is azt gondolom, hogy elsődleges a kudarc élmény feldolgozása azt, hogy én szülő milyen példát mutatok, hogy amikor, igen, olykor hagyni kell nyerni a gyereket, mert akkor látom, hogy milyen reakciói vannak, ha nyer. És hagyni kell azt is, hogy veszítsen, mert azt is akkor látom, hogy vannak-e dükitörései esetleg, dobálja-e magát, kiabál-e. Illetve, hogy ő is lássa az én kudarctűrő képességemet, hogy én mit csinálok akkor, hogyha veszítettem. Hogy azt mondom, hogy ennyi a kutya fáját, akkor most jobban kell figyelnem, mert úgy látszik, hogy elnéztem egy lépést, mondjuk ha sakkozunk, vagy éppen amőbázunk, és akkor látja a gyerek is, hogy anya nem kiabál, anya nem hisztizik, nem vágja magát, föltöz, hanem az élete során
megtapasztalja, hogy a szülő hogyan kezeli a konfliktust, és ez természetesen mennél nagyobb a gyerek, annál jobban látja, és annál nagyobb dolgokat lát, hogy ugye lehet egy szülő is olykor sikertelen, ugye a napok hogy néznek ki, kudarcok és sikerek tömkelege, hogy mi van akkor, hogyha jól sikerült anyanapja, hogyha finomat főzött például, és mi van akkor, hogyha elrontotta a palacsint, tehát hogy milyen indulattal dobja ki mondjuk a kukába, vagy azt mondja, hogy hát akkor csinálok egy másikat, vagy gyere segíts. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy a személyes példamutatással lehet a gyerekemet arra nevelni, hogy hogyan tűrje ezeket. Mert ugye, ahogy a filmben is láttuk, ez az egyes, tehát nem azért kezdett el valószínű rossz útra térni, mert egyest kapott, hanem az már csak csepp volt a tengerben. És hogyha az embernek nagyon sok kudarca van, és kemény sikere, akkor én azt gondolom, hogy meg kell tanulni azokat a technikákat, amivel a kudarcot el tudom viselni. Ez tanulható ezek szerint? Tehát már gyermekkorban, mondjuk, ha a gyermek dükitörést kap azért, mert veszít, akkor az már jelent valamit a személyiségében, és anyaként, apaként, szülőként oda kell arra figyelni, hogy megtanítsuk elviselni a kudarcot? Úgy vélem, attól függ, milyen korban vagyunk. Mert ugye a dackorszak, ha úgy tetszik, nem vehető ide, mert ott ugye csak a lázadásról van szó. A kamaszkorban gyakorlatilag ugyanerről van szó, hogy ott is egy lázadás, egy önmagam kereséséről van szó. De ugyanúgy, mint ahogy a dackorszaknak is egyszer vége van, a kamaszkornak is egyszer vége, és a szülő abban a helyzetben, ha van ideje kivárni, akkor biztos, hogy egy nagyon bensőséges, egy nagyon mélyérzésű és kellemes kapcsolatot tud a gyerekével kialakítani. Én mindenképp azt javasolnám, amit én gyakorló anyukaként már picikora óta a gyerekem, meg gyakorlatilag amióta a hasamban van, hogy én igyekszem megismerni a gyerekemet. Tehát az lenne a legjobb, ha minden szülő ismerné a gyerekét, hiszen a jó és rossz tulajdonságát is, hiszen akármennyire is az én gyerekem, tudnom kell, hogy neki is van rossz tulajdonsága, és ha ezeket ismerem, akkor ezekben a kudarctűrésben, a probléma megoldásban tudok neki segíteni. Márti, az addiktológiai központban hozzátok kerülő szerhasználók, droghasználók mennyire vállalják a felelősséget a tetteikért, és mennyire keresték mondjuk az ingyen boldogságot? Én azon gondolkoztam, hogy néztük a filmet, nagyon megfogta ez az ingyen boldogság a gondolataimat, hogy nagyon egy felgyorsult világban élünk, és nagyon sokszor, hogy most rögtön és azonnal. És hogy ezt tapasztaljuk is, akik minket megkeresnek, hogy most rögtön és azonnal. És hogy ezek a fiatalok el is hiszik, hogy ma így a legkönnyebb boldogságot kapni, és a lehető leggyorsabban, ami egyrészt igaz. Másrészt nagyon kemény árat fizetnek meg a család is, és ők maguk is. És hát nagyon sokat dolgozunk azon, hogy a felelősségvállalás. Ez egy nagyon-nagyon tág fogalom. És hogy nem is igazán vannak tisztában, mert ugye a felelősséggel tartozom az érzéseimért, a döntéseimért, a hozzáállásomért, a gondolataimért, a szeretetemért, és hogy ezekért vállalni kell a felelősséget, és hogy nagyon izgalmas, mert hogy a jövő akkor kezdődik el, amikor bekerül egy gyermek a családba, tehát hogy csatlakozni tudok Rozinához, amit elmondott, és hogy nagyon fontos, hogy amikor neveljük a gyermeket, hogy azt mennyire tudatosan neveljük, vagy ha adott helyzet történik, hogy azt mennyire az adott helyzetnek megfelelően kezeljük, vagy azért csináljuk úgy, azért tesszük úgy, mert ezt tanultuk meg. Egy rövid példával, tehát hogyha a gyermek éjszaka felsír, vagy valami probléma van, és hogy én annyira fáradt vagyok, hogy nincs kedvem oda menni, hogy sokkal egyszerűbb azt mondani, hogy gyere, feküdjél ide. De hogyha ezen túl tudok lépni, akkor átmegyek, megvigasztalom, és megnyugszik, és tovább tud aludni. Mert hogy hosszú távon ennek lehet következmény, hogyha minden egyes alkalommal ugye beengedjük az ágyba. És persze a szülő oldja meg helyette a problémát, nem ő. Vagy egy másik szituáció, akár hogyha az iskolán elmaradunk a hátizsák. De hogy nagyon fontos, hogy nem viszem minden nap a gyerekemnek a hátizsákját,
mert hogy annyira nehéz, és megkímélem a gyerekemet ettől a kudarctól. Mert hogy igazából az életünk hosszú, és annyi olyan szituációval találkozunk, amikor erőn felül kell teljesítenünk, és hogy nagyon fontos, hogy persze át lehet venni a táskát, tehát hogy megtanulja a gyerek azt, hogy én megküzdök ezzel a problémával, és azt is megtanulja, hogyha esetleg elfáradok és nem bírom, akkor megkérhetem a szülőmet, de hogy mégsem úgy cipeli ezt a táskát, hogy hát az én anyukám vagy az apukám viszi helyettem ezt a terhet. Tudunk vajon mondani olyan tüneteket, olyan látható viselkedés, formát, változást, ami arra utal, hogy valami baj van, és aztán ezt hogy lehet kezelni? Most én itt olyan fiatalokra gondolok, már kamaszkoron túllévőkre, akik mondjuk ma Magyarországon elsőként próbálják ki a drogot. Mi látszik rajta? Péter egyébként a filmben próbálta, abszolút laikusként, mert hogy ugye nem próbáltál ki drogot, és a környezetedben sem volt ilyen, de azért én már véltem felfedezni olyan hangulati változásokat, szomorúságot, mondjuk nem teljesen normális, hogy egy fiatal az agyva hídon áldogál és néz le a mélybe. Milyen tünetekre figyeljenek a szülők oda, és a tanárok is? Én nem szeretem ezt a tünetre figyelést. Tehát, mondjuk akkor inkább, hogy változás. Úgy nem szeretem, hogy mondjuk, ha elengedi a szülő szórakozni a gyermekét, szerintem az nagyon helyes, hogy megvárja. Amikor én kicsilány voltam, kicsilány 16-7 éves, engem az anyukám mindig megvárt, amikor hazajöttem bármilyen buliból és partiról, és nagyon jókat beszélgettünk még 2-3 óráig, hogy mi történt az ágyban, susmorogtunk egy kicsit, és nem azt figyelte, hogy alkoholszagom van-e, nem azt figyelte, hogy mennyi pénzt költöttem, hanem, és emlékszem rá, hogy alig várta, hogy a kulcs megcsörrenjen a zárban. És én pont ezt szeretném, hogyha a szülő nem a véreres szemeket nézni, nem a kitágult pupillákat nézni, nem pont, ahogy a felkonferálásban mondtad, előzzük ezeket meg, alakítsunk ki egy olyan bizalmi viszonyt, ami arra mer következtetni, hogy az én gyerekem, amikor társaságban van, amikor megkínálják, akkor a család értékrendjét mindenképpen szem előtt tartva eszébe jut, hogy mit szólna az anyukám, mit szólna az apukám, az én életemben ez milyen változást okozhat, és én nem azt mondom, hogy ne kóstoljon meg valamilyen alkoholt mondjuk, de a tanítványaimnak is mindig azt szoktam mondani, hogy inkább adják össze valami jó minőségű italra a pénzt, üljenek le, beszélgessenek, és azért igyanak egy pohárral, mert jól esik, mert finom az íze. Tehát én mindig a kábítószert, az alkoholt, meg minden egyebet ahhoz az ételhez szoktam hasonlítani, amit nem szeretnek. Hogy azt mondja a gyerek, hogy fú, nem szeretem, teszem azt az egyik alkoholfajtát, de mégis megiszom. És akkor megkérdezem, spenótot szereted? Nem szeret. Akkor miért eszed meg? Tehát ha a nem kedvenc ételre azt szabad mondani, hogy köszönöm, nem kérek, akkor én azt gondolom, hogy arra is azt szabad mondani, amit igazán nem az íze miatt iszunk, hanem a hatása miatt. De mondom, hogy ha valaki az íze miatt issza, és mértékkel, és annyit, amennyit tényleg finomnak gondol, és közben kártyáznak, activitiznek, vagy bármilyen közös programban vesznek részt, én azt gondolom, hogy annak semmi hátulütője és hátsó szándéka nincsen. Márti, addiktológiai szempontból lehet segíteni a szülőknek néhány olyan gyermeken észrevehető változással, amikor már meg kellene, hogy szólaljon a csengő? Tudunk, és van is lehetőségünk arra, hogy segítsünk a szülőknek is, a hozzátartozóknak. Másrészt az a szemléletünk is, hogy nem elég, hogy csak a szenvedélybeteg változzon, hanem fontos, hogy a család is változzon vele, mert hosszú távon a gyógyulási folyamat, az absztinencia akkor tartható fent, hogyha változik hozzá a család is. Amikor nyílt az intézmény, akkor bekerült az intézménybe egy fiatal ember, aki több éve szerhasználattal küzdött, és olyan súlyos volt a probléma, hogy nem volt más lehetőség, csak rehabilitációs intézménybe kezelni őt, és hát hosszabb idő múlva, több próbálkozás után végül is sikerült, és fel is vették a rehabilitációs intézménybe, és a rehabilitációs intézmény kért minket, hogy segítsünk a családnak. És hogy igazából egy párterápiának a lehetősége volt, amiben az volt a célunk, hogy felkészítsük a családot arra, hogy itt történik egy változás, amiben a szülők nagyon
optimálisan együttműködtek, és emellett ugye, hogy felkészítettük a változásra, különböző szerepekbe segítettük őket, illetve tisztázni, hogy mi is volt a probléma, közösen együttműködve. És ma ez a fiatal ember, ez most már 7. éve abstinens, és ugyanúgy dolgozik, egyetemre jár, tehát egy nagyon pozitív változás történt az életükben. No, ez nagyon biztató. Mi most nézzük meg, hogy hogyan folytatódik Péter filmje, hogyan bontakozik ki a főszereplő fiú sorsa, élete. Dolgokért többet? Na, és ez a mennyország? Nem, ez az alvilág, a mennyország oda fent van. Gyere, bemutatlak a bandának! Ez meg ki? Látni akarja a valóságot. Szóval te vagy a főnök? Itt nincs főnök, tesó. Ez itt egy család. Szóval látni akarod a valóságot. Akkor megmutatjuk. Azt hiszed, hogy ilyet még nem szívtam? Ilyet biztos, hogy nem. Csak az elejét láttam. A jóleső boldogságot. És hogy bármikor kiléphetek. Hisz ez egy család. Elvárások nélkül. Ingyen boldogság. Csá, mi a pály? Csá! Tök új anyagot hoztak! Vá, muszáj kipróbálnom! Tessék, szereztem neked is! Vá! A lényeg, hogy a hatás eléréséhez legalább eddig nyom be. Na, és mi a felső határ? Mi? Ja, azt nem tudom. A lényeg, hogy ne legyen sokkal több. Na jó. Kimegyek, dobok egy sárgát. Helyes! Hát Peti, család. Elvárások nélkül hangzott el a saját filmedben, és ugye te már elárultad, hogy neked egy fantasztikus, már ideálisnak mondható családod volt. Jó az, hogyha elvárások vannak a családban? Veled szemben voltak elvárások iskolában, családban, edzésen, bármilyen közösségben? Természetesen, és úgy gondolom, hogy ez egészséges. Tehát, hogyha nincs egy úgymond cél, ez ugye az elvárásos célként is tekinthető, akkor mi felé, vagy mi az, ami motiválja egyáltalán a cselekedeteinket. Ha ez nincs, akkor nincsen iránya. Akkor tulajdonképpen a szél sodor minket, amerre csak akar. És viszont erre lehet, hogy vágyik egy fiatal, hogyha nagyon bekorlátozzák, akkor egyértelmű, hogy az elvárások úgymond hiányát, hogy elvárások nélküli életet keres. Mennyire jellemző az, hogy az addiktológiai központba bekerülő, már kezelendő paciensek keresték ezt a bizonyos elvárás nélküli családot, a könnyebbséget, a könnyűséget, mert mondjuk nehéznek gondolták az életet? És aztán hogyan lehet őket mondjuk már felnőtt ifjú korban megtanítani arra, hogy bizony az élet keményebb, és az elvárásoknak meg kell felelni? A legtöbb esetben, amikor hozzánk jönnek, már nagyon sokszor késő. Tehát nem biztos, hogy mi tudunk segíteni, hanem már egy rehabilitációnak kell, hogy elinduljon.
Amikor bekerülnek hozzánk, és aki hozzánk tartozik, és járóbeteg ellátás keretében tudunk nekik segíteni, akkor ők már nagyon tudatosan jönnek, hogy segítség kell, tehát érzik, hogy most már segítséget kell kérni, vagy ha nem is a szenvedélybeteg, akkor a hozzátartozó keres meg minket. Azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, hogy ha probléma van, akkor tudják, hogy hova kell fordulni, és hol kell segítséget kérni. Annál sikeresebb egy beavatkozás minél hamarabb történik meg, de sokkal pozitívabb lehet a segítés. Minél később, akkor már egy teljesen más alternatívát kell mutatni a családnak. Akik hozzánk kerülnek, nagyon sokat dolgozunk azon közösen, hogy kereteket és szabályokat állítunk fel maga az egész. Azzal kezdődik rögtön, hogy kötünk egy szerződést, amiben tisztázzuk a határokat, illetve az elvárásokat, és ugye ezt alá is írják, hogy ezt vállalják. Ez nagyon fontos, hogy csak olyanokat tehetünk le, amit ő be tud vállalni, és hogy lehetőség is van arra, hogy erről beszéljünk, hogy mi az, ami hozzá mérten, az adott illetőhöz mérten tudja vállalni, és akár mi is. A kezelés-ellátásba kerülők már maguk igénylik a segítséget, hogyha még nincs ekkora nagy a baj, de mondjuk már elindult egy fiatal a lejtőn, akkor kitől, hogyan kérhet, kell-e, hogy segítséget kérjen a szülő? Mer-e ma segítséget kérni egy szülő? Én úgy látom, hogy nem. Ebben a helyzetben, tehát ez egy olyan veszélyes dolog, hogy szerintem a szülő nagyon szégyelli magát. Kudarcnak éli meg, a saját nevelési kudarcának éli meg, vagy éppen hibáztat mást. Hogy nem, ő mindent megtett, de más a környezet. És én azt gondolom, hogy nem az az igazi kudarc, ami vele történik. Természetesen dolgozik benne a lelkiismeret furdalás, mert hisz, bár hibáztathat mást, de azért a gyermek csak az övé. A lelkiismeret furdalásnál szerintem nagyobb probléma nincs egy ember életében, de szerintem ne az okozza a lelkiismeret furdalást, hogy ilyen helyzetbe került, hanem az, hogyha nem fordul segítségért. A minap a kefen belül összeült ügyész, mindenféle gyermekjóléti szolgálat, a drogügyi koordinátorok, a humán szolgáltató, a drogambulancia, és kialakítottunk egy olyan esettanulmányt, illetve olyan célt, hogy kihez fordulhat, akár a szülő, akár a tanár, és abban egyeztünk meg, hogy miután minden iskolában van drogügyi koordinátor, a drogügyi koordinátorok kapcsolatban vannak ezekkel a Szolnokon működő szervezetekkel. A humán szolgáltató központ, a gyermekjóléti szolgálat, valamint az addiktológiai központ pedig a nemzeti csapattal van összeköttetésben, tehát mint egy láncreakció tudunk egymás munkájáról, és én azt gondolom, hogy ha a szülő kap egy ilyen jelzést, akár az iskolától, akár a barátoktól, én mindig azt érzékelem, hogy a szülő haragszik. Mint amikor a háborúban a hírt vitték, hogy haragszik arra, akitől meghallotta ezt a problémát. Ne haragudjon rá, fogadja el a segítőkezet, minden iskolának van drogügyi koordinátora, aki tudja, hogy hová kell a továbbiakban fordulni, illetve lehet, hogy nincs is akkora probléma. Tehát lehet, hogy a kapujában vagyunk az egész történetnek, hogy éppen csak a kipróbálásról van szó, és amit az előbb kérdeztél, Andi, a motivációról, a korlátokról, az önmagunk felé felállított elvárásokról. Igen, lehet, hogy csak motiválatlan a gyerek. Lehet, hogy csak azt kell megtalálni, hogy mi az a cél, amiért ő küzdene, hogy van-e egyáltalán cél. Mert én az elterelésen azt látom, hogy ahogy az előbb beszéltük, gyors a világ, gyors éttermek vannak, gyors ételek vannak, minden nagyon gyors, és lehet, hogy egy picit meg kellene állni, magunkkal törődni, hogy mit szeretnénk, hová szeretnénk eljutni. A szülő ugye elvárást intéz a gyereke felé. De mekkora az az elvárás? Átugorható-e az a léc? Vagy lejjebb kell egy picit hozni, hogyha nem tudja átugorni, ugye kudarc lesz, ha át tudja ugrani, sikerélmény. Tehát én azt gondolom, hogy ezeket kellene megtalálni, és lehet, hogy csak éppen erről van szó. Itt is nagyon fontos egyébként a gyermek ismerete, hogy milyen magasra tegyük azt a mércét, mi az, amit még meg tud ugrani a gyerek vagy a fiatal, és mi az, ami már meghaladja az erőforrásait. Vajon, hogyha úgy összességében nézzük a fiatalokat, ugye itt nagyon széles korosztályról beszélhetünk, mert akár 10 év is beleférhet, sőt, hogyha a fiatal felnőtteket említjük, akkor még több.
vajon mi minden segíthet, mondjuk a sport segíthet? Említettétek, hogy sokat vannak egyedül ezek a fiatalok, nem foglalkoznak velük a szülők. Tehát ha jár, teszem azt, néptáncolni, sportolni, énekkarba, különböző klubokba, akár sakkozni, az segít, ha lefoglaljuk a gyereket? Az mindenképp, de itt a sokat van egyedül a gyerek, azt én arra is értem, hogy amikor otthon vannak a szülők, és akkor egyedül van a gyerek. Tehát nem együtt vannak, nem hanem együtt mindenki vannak a saját szobájában. Igen. Tehát én mindenképp azt javasolnám, hogy azért legyenek közös programok. Legyenek mondjuk apával közös programok, legyenek anyával közös programok. Az azonos neműnek az azonos nemű szülőjével, illetve fordítva, ezek nagyon helyes dolgok. Akkor nyugodtan megfogalmazhat a szülő magában annyit, hogy rendben, sokat dolgozom, fáradt vagyok, de egy fél órát minden nap foglalkozom a gyerekemmel. Olvasunk együtt lefekvés előtt, vagy kiszínezünk egy mandalát, például az nagyon nyugtatja a gyereket is, meg a szülőt is. Meghallgatunk együtt zenét nálunk. Most az a sláger, hogy az én gyerekkorom zenéjét mutatom a lányomnak. És rötyögő például a trapéznadrágokon, meg ezeken a 80-as évekbeli zenéken. Én pedig hallgatom a gyerekem zenét, és megbeszéljük, hogy mi tetszik, mi nem tetszik. És ezek közös élmények. És az apróság, apróság. És például ugye a gyorssor, rendelünk pizzát. Miért nem gyúrjuk meg? És gyúrás közben este ez egy fél óra lehet beszélgetni. Akkor a bevásárlás is lehet egy közös program, hogy jó, nem szeretem, de ott vagyok a gyerekemmel, és beszélgetek egy pár órát. Az, amit mondtál, a sportkör természetesen az is nagyon jó. Sportoljon, közösségi élmény, tartozzon egy közösséghez. Ez is szenzációs, az énekkel is. De ne felejtsük el, hogy a családot, az összetartozást, a meleg légkört, azt nem lehet semmivel pótolni. Na hát biztosan nagyon kíváncsiak már a nézők velünk együtt, hogy mi lesz a film befejezése. Nézzük most meg, hogy hogyan végződik a főszereplő fiú története. Csatlakozik-e ehhez a bizonyos felelősség nélküli, elvárások nélküli családhoz? Halló! Azt reméltem, beszélhetünk. Igen. Miért? Mert most egy kicsit szemenyi, és van rám egy kis idő. Őszintén nem tudom, hogy képes lennél akár egy értelmes mondatot is kinyögni, ami ráadásul még érdekel is. Nem én hagytalak ott. Én lehetnék kiakadva. Mi bajod van? Ha tényleg nem tudod, akkor nem is értem, hogy lehetett közünk egymáshoz. Tudom, mire gondolsz. De ez csak átmeneti. Bármikor abba hagyhatom. Csak most kell. Miért nem érted meg? Ez egy zsákutca! Jó ég! És én még hosszú távra terveztem veled. Mondom, hogy ez csak átmeneti. Hiányzol. Én miért nem vagyok elég? Nem érzed, hogy ennek így nincs értelme? Tudod, hogy mit gondolok róla? Csak gondold át, hogy mit vársz az életettől. Boldogságot, szabadságot, mert ezeket meg kell majd küzdeni, nem ingyen jönnek. De az életben az egyik legcsodálatosabb dolog, hogy amíg élsz, mindig újra kezdheted. Szia! Mi van? Ha az ígért boldogság csak egy hullámvasút, ami magasra szökött velem, hogy aztán annál mélyebbre taszítson. Drogos lettem. Drogos vagyok. De nem tett boldoggá. Sőt, francba hát nem Ági kéne, hogy fontosabb legyen? Hát nem az életre kéne készülnöm? Mi a franc van velem? Fenébe drogos lettem. A drog az egy átverés. Mindig csak az elejét látja az ember, mint egy feneketlen kút, végtelen alagút. Ha van boldogság, annak semmi köze a droghoz. Az más kell, hogy legyen, mint ez. Mindennél mélyebben vagyok. De talán igaza van Áginak, mert érzem, tudom, hogyan tovább. Talán tényleg, ahogy mondta, mindig van remény. Újra kezdhetem. Életre születtünk mindannyian. Kaptunk egy esélyt.
Egyet. Én elszúrtam, de megúsztam. Amíg élek, addig még tart az esély, hogy az legyek, aki lenni szeretnék. Mert minden, ami él, életre való. És boldogságra lett teremtve. Nos, úgy tűnik, hogy a szerelem nagyobb úr volt a főszereplő fiú életében, mint maga a drog és az a közösség, amely igazán nagyon csábította. Péter, sokat agyaltál azon, hogy mi legyen a film befejezése, vagy már az első pillanattól tudtad, hogy ez egy pozitív kicsengésű, olyan drogmegelőző film lesz, amelyet aztán majd a fiatalok hatással nézhetnek? Alapból úgy indultam neki, hogy nem akarom, hogy még egy olyan drogprevenciós film készüljön, aminek a végén meghalunk, és borzasztó tragédia történik, hanem mindenképp legyen egy pozitív kicsengés, ami reményt ad a nézőnek is, hogy ne csak azt lássa, hogy igen, ez a szokásos duma, meg fog halni, kész. Hanem kellett, én szerettem volna bele mindenképp egy olyat, ami azt mutatja, hogy igenis ez végződhet jól is, ez a te döntésed. Viszont ugyanúgy meghagytam benne azt is, hogy ennek igenis van következménye, miszerint a főszereplőnek az ismerőse, aki ebbe belevitte, és mindegy, ő viszont rosszul ő döntött, és neki ez lett a következménye. Mert hogy az ő sírján eljártak, aki éppen őt csábítgatta a kemény drogra. És annyi, hogy azt is, mert mindenképp kellett valami, ami ebből az egész életből kiszedi, kiszakítja. És ez sok minden lehet, mindenkinek más. De amilyen leginkább úgy gondolom, hogy közismert, vagy ami legtöbbször talán előfordul, ami nagyon erős ahhoz, hogy ebből ki tudja szedni, az valóban egy erős szerelmi, vagy szeretett kötelék. Uh-huh. Hát itt ugye egy speciális helyszínen drogoztak a fiúk, viszont hogyha a nagy átlagot nézzük, akkor nagyon gyakran előfordul ez a bizonyos parti drogozás, amikor egy buliban akár alkoholt, akár parti drogot fogyasztanak a fiatalok. Mi a veszélye ennek? Mennyire lehet itt megállni? Mennyire lehet itt esetleg elcsúszni már az első, második kipróbálásnál? Milyen veszélyei vannak ennek? Amikor ugye buli van, happy van, na jó, próbáljuk ki, mondják a fiatalok. A kipróbálóknak egy jelentős része nem kerül be semmilyen rendszerbe, sem az egészségügybe, sem más intézménybe. Ők azok, akik alkalmanként használnak. Viszont nagyon nehéz azt meghatározni, hogy milyen hosszú idő és milyen gyakori idő lesz ez a kipróbálás. Amit tapasztalunk mindannyian, akik ezen a területen dolgoznak, hogy a kábítószer használatnak a kezdeti időszakában úgy gondolják a szerhasználók, hogy ők kontrollálni tudják a kábítószereket, a drogokat. És hogy ez nem teljesen így van. A másik, ami a közgondolkodásban tévesen van benne, az az, hogy bizonyos kábítószerekhez nem lehet hozzászokni. Például a marihuánához. Nyilván, hogy teljesen más egy heroin függőség, de hogy ugyanúgy megvan a marihuánához is a függőségnek az útja. Tehát nem olyan egyszerű azért elszívni egy füves cigit, mert már az is okozhat függőséget. Nagyon sokszor úgy gondolják, hogy csak az a függő, ahol testi tünet van. A legtöbb kábítószerek, és vannak olyan kábítószerek, amik nem okoznak testi függőséget. Viszont lelkit annál inkább? Viszont lelki függőséget annál inkább. És hogy ha elkezdődik egy terápia, vagy egy segítés a szenvedélybetegnél, sosem visz sikerre az, hogy csak a testi függőséget kezeljük, mert hogy a legtöbb esetben kell hozzá valamilyen pszichoterápiás segítés, vagy hogyha súlyosabb eset van, akkor akár rehabilitációs otthon, ami azt feltételezi, hogy legalább egy évig kell távol lenni az otthonától. A Szolnoki Addiktológiai Központban létrehoztuk a tavalyi évben a kézben tartva csoportot, amiben olyan szenvedélybeteg fiatalok vesznek részt, akik legalább 4 hete tartják az abstinenciát. Ez a feltétele, hogy bekerüljenek ebbe a csoportba. Kis létszámmal dolgozunk, és hogy olyan készségeket tanulnak meg ebben a csoportban, amit
elveszítettek a, uh-huh. a szerhasználat során, vagy nem is tudják, hogy van nekik ilyen készségük, uh-huh. és ezeket gyakorolják be. A marihuánát említetted, és a műsorunk elején beszéltünk már a designer drogokról, hát magyarázzuk meg a nézőknek, hogy mit is jelent ez, és aztán térünk egy kicsit vissza a partik világába, és leginkább arra, hogy a család, a barátok hogyan tudnak ebben az esetben segíteni, visszarántani a fiatalt. Mindenképp kell a háttér. Tehát egyedül nem lehet, érdekes nagyon, mert nem egyedül megy bele a, uh-huh. a drogok használatába, hanem azért ez egy csoportos. Tehát nagyon ritka az az eset, hogy valaki hazamegy, és elkezd egyedül elkezdeni kábítószerezni. Tehát amit a műsor elején beszéltünk, hogy a közösségi élmény. Viszont amikor már benne van, akkor én azt gondolom, hogy kellően elmagányosítja ám ez akár a gyereket, akár a fiatal felnőttet, akár a felnőttet. És ilyenkor úgy gondolom, hogy mindenképpen jó, hogyha állnak mögötte, ha érzi, hogy állnak mögötte, illetve aki mögötte áll, az tudja, hogy mit kell tenni. Ez olykor például egy szülőnek nagyon fájdalmas lehet. Lehet azt kell mondani a gyereknek, hogy mostantól nem mosok rád, mert a kábítószeres karriert te választottad magadnak, én ebből szeretnék kimaradni. Ilyenkor a szülőnek olyan döntést is kell esetleg hozni, ami abban a pillanatban neki fáj, de a gyerek érdekében kell ezt a döntést meghoznia, hiszen azt mondja, hogy egy anya nem mond ilyet, hogy nem mosok rád. Pedig igen, mondani kell ilyet, meg hogy nem adok pénzt, mert úgysem arra költöd, amire kérted. És én tehát azt látom, hogyha ezt egy szülő, ami nagyon nehéz, ha egy szülő tényleg végigmegy azon az úton, amit a szakemberek javasolnak neki, és azért kell szakemberhez fordulni, mert a szakember érzelmileg nem érintett a témában. Neki nem a gyereke, neki nem a barátja, neki ez egy eset, egy probléma. Ez nem azt jelenti, hogy a szakembert nem érintik meg a problémák, illetve a sorsok, de tud optimálisan nézni, tud idézőjelben józanul gondolkodni, és nem az érzelmei vezérlik, hanem az esze. És azért mondtam az elején, hogy ne szégyelje a szülő, ha bajban van, ne szégyelje, hogy segítségre szorul, illetve segítséget kell kérni, igenis menjen a védőnőhöz, menjen a drogügyi koordinátorhoz, keresse meg ezeket a szolgáltatókat, ami azt gondolom, hogy az intézmények honlapján fel is van sorolva, hogy van. Mikkel találkozhatnak, mit tudnak kezelni, gyógyítani, mert a kiút az mindenképpen ez. Hogyha már a segítségnél tartunk, Péter, te mit tennél, hogyha valaki észrevennéd a környezetedben, hogy kipróbálta a drogokat, és azt egyre többször teszi? Attól függ, hogy egyrészt ismerném-e vagy nem. Mert ha nem ismerném az illetőt, csak valahogy, mit tudom, akár látnám, vagy még meglátnám, akkor keresnék valakit, aki ismeri. Mert egy ismeretlen megy, azt nem fogja, nem lesz hiteles, amit mond, nem is ismerem ki vagy te nekem, mit érdekel, mit mondasz. Alapvetően egy bizalmasát, vagy egy olyan valakit kéne keresnék meg, akit tudom, hogy nem az, akit ő is ismer, hanem fordítva valaki olyasmit, akit ő érdekel. Uh-huh. Tehát aki megtenne radikális döntéseket, akár ilyen, mint barát, hasonló ilyen nem mosok rád, persze nem pont ezt, hanem tudom is én dolgokat, akinek a szavára ad az illető. Ha ismerném, akkor is tehát akkor nekem kéne ezeket a radikális döntéseket meghozni, vagy ezeket a radikális mondatokat esetleg elmondani neki. De fontos azt is, hogy közben folyamatosan éreztessem vele, ki is mondjam, hogy ettől függetlenül továbbra is szeretlek, és értsd meg, hogy ez nem ellened van, hanem érted van, és hogyha bármikor valami kell, akkor szólj és segítek. Tehát én mindig fontosnak tartottam a szilárd talajt a saját lábam alatt, és szerintem ez mindenki számára jó, hogyha tudhatja, hogy nem most semmibe fog esni, hanem egyszer valahol pofára fog esni, ahonnan viszont fel lehet állni. Hát ez kitűnő végszó volt, hogy kimondjuk azt, hogy mindig szeretlek legyen ez akár barátról, akár édesanyáról, akár tanárról, akár szakemberről szó, tehát a biztonság az nagyon fontos. Nagyon gyorsan elrepült az időnk, nagyon köszönöm nektek, hogy itt voltatok. Remélem, kedves nézőink, nagyon sok hasznos információval segítettünk. Természetesen a szakmai oldalakon is hozzáférhetnek ilyen információkhoz, de ahogy a Rozina említette, az iskolákban a drogügyi koordinátorokon keresztül mindenkit elérnek. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottak, legyen szép a további napjuk, viszont hallásra, viszont látásra!